Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban ismételten a nézőimet fogom megnézni, hogy hogyan játszanak. Ugye volt egy ehhez hasonló videó már a csatornámon, úgyhogy azt a jobb felső sarokban az íjra kattintva meg tudjátok nézni, de ma ismételten látjátok, hogy 15 klubtag van fönt, és az ő játékukból fogunk nézegetni egy keveset. Nagyon tetszett nektek ez az előző rész, úgyhogy úgy gondoltam, hogy folytatom. Ugye csináltam egy új klubot, ami itt van, és nem tudom az, hogy ez így meddig lesz fent, ameddig van ez a klub, addig be tudtok lépni, mindenféleképpen. És hát akkor nézzük is, ugye itt új tagok vannak, új játékosok, vagy hát nem új játékosok, hanem ugye régiek, de hogy nekem úgymond új játékosok. Úgyhogy Poppy, nézzük Poppyt. 3v3, Brawl-ból. Na ezzel most nagyon-nagyon sokat játszom, és elég jó felállásban vannak igazából, úgyhogy még 0-0 az állás jelenleg. De remélhetőleg ez hamarosan változni is fog, és valamit össze tudnak hozni itt a srácok. És hát sajnálatos módon, ahogy látom, ja nem mind három halt meg, hanem csak ketten haltak meg, és Poppy túlélte, viszont itt lehet, hogy a Jesse be fogja lőni, és sajnos belőtte, úgyhogy 1-0-ra vezet az ellenfél sajnálatos módon. Na nézzük is, hogy hát ha tudnak valamit alkotni, az a Tick Super, az sajnos nem jött össze. De hát ha itt a Jackie-vel valamit tud alkotni a csapattársa Poppynak, hát ő sajnos meghalt, és úgy látom, hogy nagyon-nagyon low HP-n hagyták az ellenfelet. Igen, volt egy kaporlövési teszt, vagy próbálkozás, de nem nagyon sikerült, hát ugye ott nem is igazán jöttett össze, mint ahogy azt tudhatjuk. És nagyon-nagyon küzd az ellenfél, hogy oda tudjon jutni a kaphoz, és tényleg mindenkit megöljenek. Poppynak viszont lehet, hogy sikerül egy hatalmas gólt, és nem. Jézusom, pont kijött a Jesse és megölte szegényt. Ez nagyon-nagyon bal szerencsés volt, de nem baj, még nincs semmi veszve, egy perc van még hátra. Tehát annyi idő alatt azért bármit össze lehet hozni, akár egy overtime-ot is. Úgyhogy nem állnak jól. Viszont ott a Tick próbálja vinni szegényke, de nem, őnek is sem sikerült. Úgyhogy lehet, hogy ezt már csak próbálják szévelni, és nem próbálják még szévelni. Jó, még van 40 másodperc, de hát azért ilyenkor már csak elkezdeném azt a balon szévelést. Nem sikerült, és lehet, hogy itt a Jesse az be fogja tudni vinni, bár nem fogja tudni. Úristen, mekkora pasztoltak! Jézus! Jó, ez elég szép mérkőzés volt azért. Most nézzünk egy másik embert, mondjuk Kinget, hogy ő mit csinál. Ja, hogy nem értem, tehát ki van írva, hogy lehet spectatelni, de nem lehet, mégse, tehát akkor Delfint nézzük. Ő egyedül van, úgyhogy nézzük is, hogy mit csinál. Remélhetőleg, igen, showdownozik, nagyon jó. Bulla van három power cube-ja. Azta, majdnem kinyírta őt a Colt. Azért nem sokon múlt, 1600 HP-ja maradt, vagy 1000, vagy valahogy így. És top 5 szituáció már, tényleg most már van 4 power cube-ja, ott van egy chest, a bujkát azért egy Piper, de megölte őt a Daryl, az a Spike az lehet, hogy még veszélyes lehet, illetve az a 9-es Daryl is, tehát hogy azért az elég komoly, igen, hát így már nem lesz meg az 5 power cube-ja szegény Delfinnek, de nagyon össze kell szednie magát ahhoz, hogy ezt az első helyet valahogy össze tudja hozni, mert ugye az a Daryl az tényleg valami elképesztően brutális, és tényleg még én sem tudom azt, hogy hogyan fogja ezt összehozni. Egy kis kempelések, tehát azért azok fontosak, ugye mindannyian tudjuk. Nem tudom, hogy most kupát pussol-e vissza, vagy nem, de igazából szerintem mindegy is, top 3 situ, tehát hogyha megtalálja azt a Spike-ot a Daryl, akkor jó. Delfin, hogyha nem, akkor meg kevésbé, és megtalálta, oké, top 2, és innentől már win-win situ, tehát ha nem nyer, akkor is igazából nyert, hop-hop, amúgy ebből, és pont nem, 1900 HP-ja maradt a Darylnek, és azért plusz 8 kupa, ami azért tök jó. Oké, akkor nézzük meg Mátét, tehát most próbálom azt, hogy ilyen kis változatos dolgot, mert ugye az előző részben sok olyan volt, hogy egy embert néztem, és duo showdown, úgyhogy ennek örülünk, 5-ös power cube-ban vannak, és ez egy team, tehát nem randomokkal játszik, vagy nem randommal játszik, igazából Máté, és ő van Pokóval. Most úgy látom, hogy egy kicsit szélvennie kell, mert a csapattársát megölték, és nem tudom, hogy egyébként miért ment rá a Nita-ra, mert hát semmi értelme nem volt, én úgy látom. Igazából a Boko, jó, persze a Maci az jött,
de hogyha kempelt volna tovább a bokorba, akkor lehet a Nita az kicsit más irányba ment volna, mindegy, nem tudom. Itt még lehet győzelem egyébként, nagy rá az esély. Pont megölték a Darylt. 1600 HP, és pont megölte a Róza, mert gyorsan tölt vissza ugye a lövése, úgyhogy ez sajnálatos volt. De hát rang 2 plusz 7 kupa, igazából ez is bőven jó. Lesünk rá Lacikára is, hogy Lacika milyen gémeket tol, ha jól láttam egyedül van, úgyhogy igen, showdown. Egy jó kis crow skinnel, nagyon-nagyon jó, imádom ezt a crow skint, bár talán az arany az egy... Nem, ez jobban néz ki, mint az arany. És azt hiszem olcsóbb is, ugye shopban, de ebben nem vagyok biztos. Hoppá, Lacika itt lenyomta itt a killt, és akkor egy top 2 szitut látunk. Igazából ebből még simán Lacika meg tudja nyerni ezt az egészet. Aha, 900, hát ez sima, tehát hogyha még egyszer belelő a coldba, akkor meghalt a colt. Szerintem. Ja nem, mert töltödött neki is a HP, oké, és ez easy win, tehát ez GG Lacikának. De ez a skin, de ez nagyon jó. Amúgy csak szerintem nem írt ki semmit, hogy hány kupát nyert. Ja, mert te lehet, hogy ez friendly game volt. És a friendly game-eket is tudjuk ugye spectételni. Matyi. Ő is egyedül van a lobbyban, és valószínűleg ő is, hogy solo showdown-t nyom. Nem, brobolt nyom, randomokkal. Hát ott volt egy kísérlet, ugye valamilyen trickshotra, hát nem sikerült. Mint hogy a trickshotoknak a többsége az általában nem szokott. Az a Piper az jó volt, és Matyi, igen nem is mondtam, tehát Matyi az egy tickkel van. Igazából gondolom őt akarja most pusholgatni egy picit. Sikerült megsebeznie vele a bullyt, viszont most egyedül van a három ember ellen. Ja nem, a Piper visszaélett, vagy ő meg se halt? Ja lehet, hogy nem halt meg egyébként a Piper, valamit benéztem, és teljesen mindegy, Matyinál van a labda, úgyhogy megölték szerintem az ellenfeleket, legalább annyira, hogy aha, hát már pont nem volt idő elmenni és belőni, pedig az azért komoly lett volna. Mondjuk a Piper az nem tudom, hogy az összes fedezéket az miért lövi szét, de biztos megvan rá az oka. Igen, és hát lehet, hogy ebből sajnos egy gól lesz, mert eddig 0-0, igen, ez egy gól. Sajnos 0-0 volt az állás, de ezt most már nem tudták kivédeni, sajnálatos módon. Nem baj, még azért van esély, tehát 46 másodperc, bármi történhet, főleg így, hogy a pokon kívül lényegében mindenkit megöltek, és Matyi átpasszolja az ellenfélnek, így kockáztatva azt, hogy igazából nem tudják kihúzni overtime-ra ezt az egészet. Az a Frank Super, ne kérdezzétek, hogy mi volt, én se tudom. Viszont itt szerintem ez egy gól lesz, igen. Az a Poco elég jól játszott, elég jól összeszedte a gólt. Szerintem mindkettőt ő lőtte egyébként. Úgyhogy, hát igen, az ellenfél az kicsit lepusolta őket. Tomikát nézzük, mert nem akarok friendly game-eket nézni, mert az olyan, értitek, az kb. Semmilyen, igazából ott bárki nyerhet. Na! 3v3, Brawl-ból megint. Úgy látom, hogy most nagyon nyomják itt a Brawl-okat a srácok. Az egyik kedvenc, hát hanem a kedvenc 3v3 gémem lett igazából a Brawl-ból, mert a többi az, hú, nagyon megodáltam őket, főleg a Gemgrabet, mert inkább ne is beszéljünk róla szerintem, hogy miért. 0-0 az állás még mindig, és elég jó hozzák a srácok a killeket, úgyhogy ebben még mindig lehet bármi. Tomika, igen, látom, hogy milyen taktikát akar alkalmazni. Ugye eddig mindenki jobb oldalon volt, át akart menni a bal oldalra, de sajnos... Ja nem sajnos, várjál, megölte. Megölte az egyik ellenfelet, és hát sajnos a Brock viszont lelőtte őt, úgyhogy 2v3 van most jelenleg itt a pályán. Átpasszolt a Shellynek, jó, visszapasszolja, és elég közel kerültek ahhoz, hogy kapjanak egy gólt sajnos. És nem! Hoppá, a csapattársa elnyomta a szuperjét pont ezért, és nagyon jól kivédtem. Ez GG. Úristen, ilyeneket ne csináljatok. Hátrafele passz. Tehát inkább ezt ne is próbálj megérteni, hogy miért csinált hátrafele passzt. Az nagyon jó a Franktől. Pont későn húzta már el. Ki húzta el egyáltalán a Franket? Na mindegy, szóval későn lett elhúzva a Frank. Én azt hittem csak a Genie tud ilyeneket csinálni. Ne, hátrafele azért ne. Próbáljátok meg előre lőni.
az a lényeg, hogy a másiknak a kapujába menjen a gól. Úgyhogy 16 másodperc van, nagyon-nagyon kiegyensúlyozott a lépés, és ugye ott volt egy próba, ahogy láttátok előbb egy triksátra, hát nem jött össze, és bent is van, Tomikáik megnyerték a mérkőzést, ez viszont nagyon szép volt, úgyhogy GG nekik. Igazából azt gondolom, Sebastian, feltételezem, mert nagyon viccesen számokkal írta, de Sebastian, tehát ő lőtte ezt a hatalmas gólt. Dávid YouTube, ez az, Showdown a kedvencem. Random dolgokat nyom amúgy? Úgy láttam, hogy volt egy duo, hát igen, ez random duo, és nem sokat láttunk a játékában, úgyhogy szerintem őt még egyszer megnézem. Ja, hát Dávidra várok már egyébként egy fél perce, úgyhogy... ja, most ment be, oké. Akkor bement mégis, csak kicsit úgy kifújta magát itt a rage quit után, mert ugye pont harmadik lett, ha jól láttam, és egy heistot nyom. Na, randomokkal heist. És ő egy barleyball van, egy elég jó skinnel, hát... Ugye nem volt sok idő, hogy megöljék. Nagyon-nagyon pussol az enemy. Dávid, csinálj valamit, hát pussol itt az enemy. Gyorsan le kéne szedni a barleyval itt mindenkit, főleg hát ugye az Emst, mert ő elég kemény ebben a játékmódban. Meg amúgy az összesben, tehát az Emst az tényleg ilyen bármire jó karakter. Viszont itt a Tick az elkezdte a mészárlást a széffel kapcsolatban. Úgyhogy ő jól csinálta nagyon az a Tick. Tényleg ezek a dobós karakterek, ezek nagyon jók erre a játékmódra, imádom. Tehát a tickkel ide jönni, az egy nagyon komoly dolog. És látod, hogy konkrétan majdnem, hogy egymaga leszette 35%-ra az ellenfélnek a széfjét. Úgyhogy tényleg még egyet pusson a tick, mert ugye megölték, akkor kb. Egy easy win is lehetne. Csak sajnos most védekeznie kell az Emzzel szembe, és meg is tudta ölni az Emzt. Nagyon jó, ügyesek a srácok. Nagyon-nagyon ügyesek, úgyhogy igen, Dávid is nyomott rá egyet. Ja, hát igen, mondtam, randomokkal játszik, tehát azért dicsérni kell itt a random társakat is. Nem csak Dávidot, ugye. Dávid, hogyha rá tudna dobni néhányat, ami nem sikerült. De, sikerült. Ez GG, megvan. Ugye? Igen, ennyi volt, meg is van. Gratulálok Dávidnak a rengeteg kupához. Nem ölt a star player, de ő volt a... legnagyobb kupás játékos. Úgy látom, hogy 500-at próbálja pusholni a barlit. És a srácok, ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett. Ha szeretnétek még ilyet, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és legyetek tagok, hogy találkozunk legközelebb. Sziasztok!